Pécsen kezdtem 1957-ben, 56 után. 63-ban Szent Ágata Jánost végülis fölhelyezték ide. Az új főnökkel egyszerre jöttem ide. Nem volt még diplomám, már kezdtem itt oktatni. Az, hogy itt évről évre 18-19-20 éves fiatalokkal kezdhettük szeptemberben a munkát, és két éven keresztül együtt voltunk, és ez nagyon kivételes helyzet volt az egyetemen. Én ezt egészen különleges ajándéknak tartottam, és nagyon sok korábbi diákommal tartom még most is a kapcsolatot. Nekem olyan főnökeim voltak, mint Szent Ágata János és Halász Béla. Mind a két intézetben két különböző légkör és két különböző tudományos nekibuzdulás volt, de mind a kettőben nagyon jól éreztem magamat. A nagy élmény az a rektorság volt. Nagyon ezzel indult el az egyetemen a rendszerváltás. Nem tudom, hogy hányan emlékeznek még arra, szemben az egyetemnek volt egy 380 fős parlamentje, amelyben az oktatók, a hallgatók, az alkalmazottak, a nővérek, az egész egyetem ott volt. Nagyon nagy többséggel lettem akkor rektor, és két év múlva, amikor ezt meg kellett, és én pályáztam rá újra, akkor még mindig az egyetemi parlament hagyta jóvá a rektorságomat. Egész különleges volt ez. Az egyetemen egy teljesen új életet lehetett kezdeni, a Magatartástudományi Intézet és az Egészségügyi Menedzser Képző Központ, ami úgy érzem, hogy azokban sok munkám van, és nagyon eredményes, ahogy aztán most már több mint 10 évre vissza lehet tekinteni. Nagyon jól éreztem magamat, akkor már túl a tanszékvezetésen, az intézetigazgatáson, amikor egy nap jött a telefon. Fizetés nélkül szabadságon voltam miniszterként. Innen vittem a titkárnőmet, és ide jöttünk vissza mind a ketten tulajdonképpen. Tehát egyik nap még miniszter voltam, és a másnap már itt voltam, és két héten belül már oktattam. A Semmelweis Egyetemet én tényleg az otthonomnak érzem, ez az egyetlen munkahelyem. És ez az épület, ahol hát két intézetben dolgoztam. Itt kezdtem, ott voltam 10 néhány évig, és hát most itt vagyok.